Azt hiszem az elmúlt néhány napban legtöbbet feltett kérdés Nagy László és Perez Carlos szerepe, a kapitány álláspontja mi ezzel? Én abszolút egyszerű állásponton vagyok. Carlos Perez az első pillanattól jelezte, hogy a keret tagja. 39 éves emberről van szó, akinek nagy a sérülés veszélye. Ha a biztosítása rendben van, ha olyan helyzet áll elő a válogatottnál, hogy az Európa-bajnoki selejtezőre az a csapat, I. és Ferencer, Kacirs Dáviddal sérültek nélkül tud kiállni, akkor ő hátul maradna, hiszen óvnunk kell őt. Amennyiben olyan helyzet van, hogy segíteni kell, ő jelezte, hogy segíteni fog. A Nagy László kapcsolatban az nagyon érdekes, hogy a médiumok első kérdése ez. Én azért nem örülök neki, mert a médiumoknak azt kéne elkérdezni, akik vállalják a nemzeti válogatottban való szereplést, azok hogy vannak. Tehát ezt meg is fordítanám majd a világbajnokságon, hogyha a szereplés nem olyan, mint ahogy igénylik, és a játékerő esetleg, tehát ez mind föltételes módban mondom, nem olyan, mint ahogy szeretnénk, akkor kik lesznek azok, akik kritizálják, hogy Nagy László nincs itt. Ez egy olyan játék, ami mögé lehet bujkálni, és az emberek nem találhatók meg konkrétan mögöttük. Én azt gondolom, hogy itt van egy feladat. A feladat az, hogy a magyar nemzeti válogatott jó szerepeljen az Európa-bajnoki selejtezőn. Az, hogy itt kapusok sérüléssel küzdködnek, Lékai bokasérüléssel érkezett, az, hogy Kacérs Dávid tegnap óta nem tud járni deréksérüléssel, ezek a valós problémák, amit gondolom a közéletet érdekli. Az, hogy most Nagy László mit üzen, mit nem mondott, ebben kapcsolatban az a véleményem, hogy szakmailag Nagy Lászlónak a magyar válogatottban a helye. Második, az a magatartás, viselkedés, az a kapcsolattartás, amely nem szakmai okokon kívül, tehát a menedzsmentre tartozik, annak a folyamatát bizonyos emberek kézilabda szövetségben, vagy azon kívül menedzsment körbe, stb. Intézni kell. Tehát ez nem szakmai kérdés. De mindig megdöbbennek, hogy mindig kérek, hogy bocsánat, mikor beszélt Nagy Lászlóval. Nekem nincs miről beszélnem Nagy Lászlóval, ugyanis ő nem úgy jár, mint a Gera, hogy az edzővel problémája volt, és neki kell tisztán köztünk. Nincs probléma. Ő szívesen dolgozik velem, és viszont ő neki helye van a magyar válogatottban. Amennyiben a magyar nemzeti válogatottban föltétel nélkül feladatot vállal. Ezért a mi dolgunk az tisztázott. A másik rész az, hogy a magyar nemzeti válogatottban ő hogyan tud versenyezni, és milyen rendszerben mit vállal, ez pedig a menedzsment dolga, amely lehet egyrészt a kézilabda szövetségen belül, vagy azon kívül is. Én úgy tudom, hogy dolgoznak emberek szorgalmasan, hogy ezt a problémát megoldják, amennyiben lehetséges. Térjünk át akkor a bosnyák meccsre, hiszen mégiscsak az a fontosabb a csapat életében. Fogadkoznak a bosnyákok, azt mondják, hogy ha valamikor, akkor most a magyar válogatottat el lehet kapni. Abba a hibában nem szabad esnünk, amiben ők estek velünk kapcsolatba. A bosnyák válogatottban világsztárok tömkelege játszanak, bosnyák nemzetiségűek és szerb-bosnyák nemzetiségűek. Ezeket egyesítette az új fiatal edző, ezért azért gondolja, hogy a választási repertoárja 100%-kal megnőtt, nemzetközi szintű spanyol, Bundesliga és francia csapatokból adódóan. Ezért gondolja azt, hogy a magyar válogatott könnyen legyőzhető, hiszen a játékos állománya ilyen egységes és ilyen erős még nem volt. Hát ez majd eldől. Ez majd eldől. Az itt lévő játékosok elszántak, eltökéltek, és én nagyon hiszek bennük, hogy a komoly mérkőzés csatát fognak vívni, és abban is bízom, hogy az Európa-bajnokságon elért nem túl dicső helyezést, mind ahogy Szlovéniát egy nálunknál erősebben jegyzett válogatottat a világbajnoki selejtezőre ki tudtunk verni a világbajnoki kvalifikációból, úgy gondolom, hogy ugyanúgy küzdve, esetlegesen kiegészülve Carlos Perezzel méltó ellenfelé leszünk nyilvánvalóan a bosnyák válogatottnak is.